Köszöntöm kedves nézőinket, Eperjesi Tímea vagyok. Önök a Tolnatelt Televízió Dombovári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Kiállítás. Kutyák kaptak országos győztes címeket. V2 radar pokolgép. Rokmajál is volt Gunarason. Tour de Hongrie. Dombovárt is érintette a verseny. Dr. Havasi Dezső Dombovár díszpolgára. Ismerjék meg a díjazottat közelebbről. A kutyáké volt a főszerep, CAC kiállítást tartottak a sporttelepen. Csodás kutyák, gazdik és tehetséges tenyésztők találkoztak. Koros Gábor vezető bíró nyújtott betekintést a kutyakiállítások világába. Amikor egy ilyen bírálat zajlik, teljesen természetes, hogy egy standard alapján, de egy szubjektív bírálat. A kutyának a legelőnyesebb formáját kell mutatni, elegánsan, magabiztosan, szépen kell megjelenni a ringben. Ezt egy gazda, egy kutya felvezető tudja a kiállításon produkálni ezzel. Nagyon sok időt kell együtt tölteni az állattal. Gyakorlatilag a kutyának a gazda mozdulataiból, tekintetéből meg kell az ő kéréseit értenie, és ott szépen mozgásban, állásban, asztalon, különböző szituációban megmutatni a kutyát, amíg a bíró egy összbenyomást nem ír le a kutyáról, nem kapja meg a minősítést a kutya, és a végén szerepeljen. Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyetemes Szövetségében 200 tagegyesületünk van, ugye mi fogjuk Magyarországon ezt össze, mi vagyunk a Ebbtenyésztők Szövetsége, a Magyar Kennel Klub a tagja a Világszövetségnek, ugye ezen keresztül nyerjük el ezeket a rendezési jogokat, és osztjuk le a tagszervezeteinknek. Dombováron 12 éve volt utoljára kutyakiállítás, nagyon aktív kutyás élet zajlik ebben az ország részben és Dombovár környékén, különböző kutyás sportokban, viszont kutyakiállítás rendezési lehetőséget nem igényeltek, nem kaptak, viszont van egy nagyon lelkes egyesület, van egy nagyon lelkes polgármester és képviselőtestület, aki a felelős állattartás jegyében szeretett volna Dombovárra egy ilyen programot elhozni, megkereste a szövetséget, elnyerte a Dombovári Egyesület ezt a rendezési jogot, így került ide ez a kiállítás. Mintér Szilárd polgármester nagy lelkesedéssel fogadta, hogy ilyen hosszú idő után visszatért a rendezvény, valamint a dombovári kutya közösséget is méltatta. Reggel, amikor láttam, hogy jönnek az érkezők is, akkor már tudtam, hogy több mint 800-an neveztek, akkor azt gondoltam, hogy érdemes volt ebbe belevágni. Nyilván, hogyha a Dombovári Kutyás Egyesület nem ennyire aktív ebben a történetben, és ugye ez a sztori úgy kanyarodott rá 2024 májusára, hogy 2021-ben már beszélgetünk róla, hogy milyen jó lenne egy ilyen kutyakiállítás újból Dombováron. Azt gondolom, hogy méltó helyszínt tudtunk nyújtani, és mindent megpróbáltunk azért elkövetni, hogy az ide Dombovára érkezők jól érezzék magukat, és élményekkel távozzanak. Az egész napot itt töltöttem, és azt gondolom, hogy elértük a célunkat, hiszen rengeteg mosolygós emberrel találkoztam, és nagyon sok látogató érkezett ide. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező időszakban nem kell 12 évet várnunk, hogy újból Dombováron ilyen nívós verseny lehessen. Nagyon régi egyesülete Dombovárnak, hiszen 54 éve foglalkoznak ők a kutyákkal. Mindenféle eseményen aktívan részt vesznek, és itt nem alapvetően csak a kutyásokra gondolok, hanem bármi civil megmozduláson, ők aktív résztvevők. Természetesen nagyon fontos, hogy ők színesítik a város programját, hiszen időről időre kutya kiképző iskolákat kezdenek el, folyamatosan foglalkoznak, és minél több fiatalt próbálnak bevonni, hogy a kutyát szeressék és foglalkozzanak vele, hiszen az embernek a leghűségesebb társa. Nekünk mindig szálkásszerű tacskunk van, mostani az 3 éves, de hát sajnos neveletlen, és nem mertem elhozni ide. Tóth Erika boldog nyertesként nyilatkozott, Szamoyéd kutyájával nevezett be a versenyre. Fajta győztes Best Puppy-t is nyertünk, meg ugye itt ez az első, ez a Minor Puppy Best Show. 4 hónapos. Hát ő az első Szamoyéd kutyánk. A lányom találta, és gondolta ki, hogy szeretne ilyen kutyát nekünk, és akkor én bevállaltam. Ugye minden nap ő vele nagyon sok munka van. Ugye minden nap fésülni kell, és hát minden nap foglalkozni vele, mert ő nagyon-nagyon embercentrikus kutya. De ez most a második alkalom, hogy kiállításon vagyunk. És az első alkalom most, hogy ennyi mindent nyertünk. Dübörgött a rockzene Gunarason. 3. alkalommal rendezték meg idén a rockmajálist. Molnár Péter szervező, a V2 Riders énekese az első napot követően kicsit már fáradtan állt fel a majális 2. napján a színpadra. Mint a hangomon is hallani, a tegnapi nap is nagyon jól sikerült.
Tegnap a helyi zenekarokból volt kettő, Negatív Hozzáállás és a Fét nevű zenekar, és őt kiegészítette a Santa Muerte nevű budapesti formáció, akik így szintén csak ilyen barátságból jöttek el játszani, mert itt nekünk az ezen a rendezvényen a lényeg, hogy mindenki eljöhessen, ezért nem szeretnénk belépőt szedni, tehát ez eddig is ingyenes volt, és a jövőben is ingyenes lesz, és emiatt aztán tegnap is sokan olyanok is eljöttek, akik egyébként nem tehetnék meg, hogy egy rock koncertre 8-10 ezer forintot kiadjanak. Most már 24, 23, 22-ben kezdtük el. Ez az egész a V2 Ridersnek a lemezbemutató koncertjével indult 2022-ben, ami meglepő módon annyira jól sikerült, hogy ez a városvezetés számára is nyilvánvalóvá vált, hogy erre van helyi igény egy ilyen rendezvényre, és azóta is támogatják a rendezvényt 2022-ben, 23-ban és most is, és ezúttal is köszönöm nekik, hogy mellettünk vannak, és soha nem sok város mondhatja, hogy van egy ilyen rendezvénye. Olyanokat láttam 3 évvel ezelőtt, akiket 5 éve és 10 éve nem láttam, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ezt mindenképp meg kell csinálni minden évben. És itt vannak olyan arcok, akik csak itt találkoznak minden évben. Szóval ez egy tök jó dolog. A Pokolgép együttes szeret koncertezni, így nagy lelkesedéssel érkeztek Dombóvárra. Sőt, 2 hete már erre a bulira gyúrunk, és nagyon vártuk, és most végre itt vagyunk. És köszönjük a vendégszeretetet, itten már beszélgettünk olyanokkal, akik eljöttek a koncertre, és messziről jöttek, és csak ezért a buliért jöttek. Többek közt azért, hogy mi is itt vagyunk. Bánhegyesi Rihárd a nyári terveikről beszélt, többek közt a rockmaratont megelőző koncert áradatról, valamint meséltek a közeljövőben megjelenő lemezükről. Hogyha minden igaz, akkor előtte egy elég hosszú sorozatból érkezünk majd meg oda, ha jól tudom. Tehát előtte folyamatosan menni fogunk csütörtök, péntek, szombat, talán még szerdán is, ezt jól gondolom? Egy folytában. Ricsi bírja a kiképzést, tehát ő nem kell leállni. Mindenhová elmegyünk, ahová hívják a zenekart, és ahol színvonalas koncertra lehetőség van, akár technikába, akár hogy minden körülmény megvan adva. Tehát mi ezt az elvet valljuk, és hát készülünk vadul a új lemezre. Valamikor a 6.-7. hónapban ki fog majd jönni egy videóklippel egy kis lemez talán, ami a 40 éves jubileumát ünneplő Pokolgép együttesnek az ilyen debütáló lemeze lesz. Ezt már decemberben megígértem, és most meg is fog majd valósulni, mert Ricsi az énekesünk, és minden akadály elgördült, ami esetleg egy felvételnél közbe jöhet. Még ebben az évben meg fog jelenni majd egy 10-11 számból álló új Pokolgép sorlemez, amit természetesen már a Pokolgép együttes hangjával fogunk rögzíteni, illetve a számok egy része már rögzítve is van, és hát nagyon-nagyon várjuk, és nagyon-nagyon izgulunk. Kislemez az egyébként Németországba került nyomdába is, és Németországban nyomták ki a Bakelitet is, hogy minél jobban szólhasson azoknak, akik begyűjtik. Ez egy limitált, nem nagy példányszámú, ez egy jubileumi kislemez, akinek a gyűjteményében lesz, az sokat fog majd érni, miután elfogy. A Radar zenekar volt a második fellépő. Mák István beszélt a zenekarról és a terveikről. Szabolcs megyei a zenekar, Kisvárda Nyíregyházi vegyes vágott, és büszkén mondhatom, hogy idén évvégén decemberben ünnepli a zenekar a 20. fennállását. Emellett most készülünk a 6. lemezünkkel, ami valamikor nyár végén jelenik meg, és évvégén a szülinapra pedig egy koncert DVD-vel fogunk jubilálni. Járjuk az országot 19,5 éve aktívan és intenzíven, de Dombóvár érthetetlen módon eddig mindig kimaradt. Most járunk először a városban. A Petiék nagyon jó kis szervező munkát végeztek, és tök jó fej volt, hogy megemlítette, hogy nincs kedvünk. És hát természetesen azok a városok amúgy is előnyt élveznek, ahol még nem jártunk. És örömmel jöttünk. Reméljük, hogy nagyon jó buli lesz, mi mindent elkövetünk azért, hogy emeljük az est színvonalát. A Rockmajál is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, igazi koncertélményt nyújtott a közönsége számára. A Tour de Hongrie profi országúti kerékpárversenynek Dombóvár is részese volt, hiszen a viadal záró szakasz a Siófoktól Pécsig, Dombóvárt érintve zajlott le. Az eseményre szép számú helyi és környékbeli látogatott ki, hogy személyesen is megtekintse a bringás sport legjobbjait.
A felvételeken a kerékpársport legjobbjai szelik át az utakat Dombóváron. A verseny május 8-a és 12-e között zajlott Magyarországon. Az idén 5 szakaszból álló viadal összesen 851 kilométeren zajlott. A rangos eseménynek Dombóvár is részese volt, hiszen az utolsó záró szakaszt Siófok és Pécs között rendezték meg, a bringások így pedig Dombóváron is áthaladtak. Pintér Szilárd, a település polgármestere azt mondta, a városnak ez nagy ajándék volt. A város apraja nagyja, sok szeretettel várta a kerékpárosokat. Egy picit megijedtem, jól mondom is, hogy lekések az elejéről, hiszen mire elfogyott az ebéd, otthon már Tamásiba voltak. Nagyon gyorsan jöttek a kerékpárosok. Több kilométer hosszan nagy taps fogadta őket Dombóváron. Óvodások, iskolásaink zászlót lengettek, és szeretném megköszönni Pápai Lacinak és tanítványainak, hogy verték a dobot több mint egy órán keresztül, és próbáltak meg jó hangulatot teremteni. Nagyon remélem, hogy a városon átaladó és arról látott képek is alapján meggyőző volt az a látvány, és ez az útvonal többször elő fog kerülni a Tour de Hongrie-nek a tervei közt, és többször látogatják meg településünket a kerékpárosok. A közönség a versenyt a város négysávos útszakaszának két oldaláról tekintette meg. A kerékpáros viadalt a belga Thibaut Nice nyerte. A május 12-i Dombóvárt is érintő etapon pedig a holland Wout Poels volt a leggyorsabb. Összetettben legjobb magyarként Dina Márton zárt, aki a 13. helyen végzett. Dombóvár a városnapi ünnepségen az önkormányzat Pro Oppido Dombóvár 10 polgári címet adományozott a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, dr. Havasi Dezsőnek. Kérjük, tekintsék meg a róla készült kisfilmünket. Az első levegővételem Dombóváron volt a szülőotthonban. Tehát amikor édesanyám, mi kikerültünk ikertestvéremmel, ugye Havasi Jánossal, ikerszülés volt, ami ott derült ki. Tehát valami indoka volt, hogy az orvos beutalt minket, édesanyámat a szülőotthonba, valami rendellenes szülésre gyanakodott, és valóban, tehát én megszülettem, és 10 perc múlva rájöttek, hogy itt még van valaki. És akkor gyorsan hát, a folyamat folytatódott, és megszületett ikertestvérem, és egy petélyű ikreként születtük. Tehát a dombovári első levegőt a Kakasdombon, ott a szülőotthonban volt Marosi doktor úrnál, aki, tehát, és úgy tudom, az most valami szociális intézmény most ott, ahol a régi szülő otthonban, tehát innen tartatom magam első levegővételemmel Dombóvárinak. De az életvitel szerint Kaposszegcsőn éltünk, mert édesapám ott volt evangélikus lelkész. Abban az időben is, hát egészen 83-ig haláláig. Úgyhogy utána pedig az általános iskola alatt már zeneiskolába, Dombóvárra jártunk. Kaposszegcsőn jártam általános iskolába, de a zeneiskolár Lovik tanár úr által vezetett munkaközösségi zeneiskolába, és Ivanics Antalné, ugye a híres Ivanics család, hát az Ivanics Antal felesége volt, Aliz néni, ő volt a zongora tanárom. És utána az általános iskola után törvényszerű volt, hogy a Dombóvári gimnázium, akkor úgy hívták, hogy Gőgös Ignác gimnázium, ma I. és Gyula gimnázium, és oda felvételiztünk az olasz-francia tagozatra, és hát nagy örömünkre, hát abban az időben nem volt teljesen törvényszerű, hogy pap gyerekként ugye középiskolába ilyen módon ugye bekerültünk, de Kovácsi Tibor osztályfőnök úr és olasz tanárom vezetésével hát fantasztikus évek következtek, nagyon jól megtanultam olaszul, ami érettségiztem is belőle, ebből öröki állás vagyok, hiszen a munkám során gyakorlatilag mai napig többek között ebből élek, hogy okirat szerkesztési szinten ügyfél köröm olasz cégekből is áll. Úgyhogy a gimnáziumi évek volt az egyik legintenzívebb és a legfogékonyabb időszaka életemnek, testnevelő tanárunk, a Kovács László, Lacika, Ternai Katalin volt a testnevelő tanár, atlétizáltunk, tehát megyei versenyekre jártunk, elég szép kis érem kollekciót is össze
gyűjtöttünk, amellett énekarba jártunk a gimnáziumra, és volt egy zenekarunk, úgy hívták, hogy Keep Smiling Band. Egy akkor hát ugye eléggé voltak, hát nem, azt, nem botrányokig nem fajult, de hát az akkori rockzene, Rolling Stones és egyéb műfaj a 60-as évek végén azért még nem volt annyira gimnázium szinten hát elfogadott. De én billentyűs, tehát volt egy kezdetleges szintetizátorszerűség, volt egy ilyen orgonaszerűségen játszottam. Hát itt hasznosult a Liz néni zongora tanítása. A 60-as évek végén már olyan jelzés jött, hogy a korábban papgyerekek számára tiltott tanári és jogi pálya is esetleg nyitva állhat, és megpróbálkoztunk vele, és mind a kettőnket fölvettek a Pécsi Egyetemre. A felvételiztető professzor, a Benedek rettegett római jog professzora volt, aki egy véletlen folytán, egy kérdés kapcsán megtudta, hogy én beszélek olaszul, és átváltottunk olasz nyelvre, és így a felvételi vizsga ezután olasz nyelven folytatódott, és hát ott az olasz irodalom kultúrán rögtön átszánkáztunk, és hát akkor a minden zavaró tényező, Keith Spart megbízott, mindenki ki volt rekesztve, és akkor éreztem, és az eredménye meg is lett, hogy felvettek. Egyetem után következett Győr, ugyanis feleségemmel, hát és mai napig 50 éves házasok vagyunk, de az egyetem alatt évfolyamtársak voltunk, összeismerkedtünk, szerelem, és össze is házasodtunk, és utána egyetem elvégzése után 76-ban ő kapuvári, tehát Győr megyei, és itt látszott jobb állás lehetőség. Ugye a Pécsen egyetemi központ, ugye minden jogi hely, jó hely már ugye foglalt volt, és Győr megye egy kicsit fehér terület volt, én értem lefedettség szempontjából, és én akkor rám a Magyar Vagon és Gépgyárhoz kerültem, a jogi osztályra, ő pedig a bíróságra került fogalmazóként, és ott csinált végül is hát bírói karriert, én pedig maradtam gyakorlatilag elkezdetben a jogtanácsosi pályán, aztán utána 84 és 89 között a akkori Kereskedelmi és Iparkamara Észak-Dunántúli titkára voltam, és hát a vállalatok gazdasági életét segítettük, szerveztük a területen. Aztán jött a rendszerváltás kapcsán a új gazdasági szabályok, társasági törvény, egyebek, és ott megmondtam, hogy hát jogászként, de mint kamarai titkárként én felvilágosítást adok külföldieknek, belföldieknek, hogy kell egy KFT-t csinálni, vagy BT-t, és utána ajánlanom kellett egy ügyvédet, aki azt megcsinálja, mert én nem voltam jogosított, mint kamarai titkár. És mondtam, hát ezt miért nem tudom én akkor tovább csinálni, és visszamentem a pályára, és jogtanácsosként, és 91-től pedig a mai napig ügyvédként dolgozom, és gyakorlatilag ugyanezen a területen, főleg gazdasági jogászként dolgozom. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az én felfogásom szerint szolgálatot végez. Tehát, mint minden kamarai vezető, akár a 20 területi kamarában, akár az országos szinten, gyakorlatilag gyakorló ügyvéd, tehát és nem alkalmazotti állás, tehát nem hivatalnoki állás. És én ezt próbálom minden szempontból, ezt a heterogén ügyvédi réteget, 14 ezeren vagyunk, plusz 3 ezer jogtanácsos, kamarai jogtanácsos is tagja már a kamarának, el lehet képzelni, hogy itt azért egzisztenciálisan, adott esetben politikai nézetek tekintetében micsoda különbözőségek vannak, és itt egyfajta érdekképviselet, tehát a mindenkori kormányzat, igazságügyi irányítás, igazságügyi szervezetekkel való kapcsolattartás, irányítás, abban való közreműködés és az ügyvédi érdekek képviselete, és amellett pedig mint egy önkormányzati, autonóm szervezet, ugye vannak szabályozás, tehát regulációs feladatunk is,
Tehát a hagyományosan a, most már 150 éves lesz jövőre a ügyvédi kamarai rendszer, tehát ez az önkormányzatiság megmaradt, tehát az állam nem szól bele, csak törvény szintjén határozza meg az ügyvédeknek a jogait, felelősségét, viszont ezen belül a belső szabályzatokat, fegyelmi, etikai, oktatási, igazgatási kérdésekben a kamarai testületek hozzák meg a döntéseket, és ennek a végrehajtását, a stratégia kialakítását az elnökség is, és hát jelentős mértékben a mindenkori Magyar Ügyvédi Kamarai elnök látja el. Én úgy éreztem, hogy ez a két ciklus, amit elég intenzíven töltöttem a Magyar Ügyvédi Kamarába, a győri elnökség mellett a polgári terület és a polgári jogalkotásba vettem részt. Én úgy éreztem, hogy itt még vannak tartalékaim. Nem azt mondom, hogy vízióim, mert ugye azt szokták mondani, akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz. De én úgy éreztem, hogyha ezt a megtisztelő választást, ezt a felkést elfogadtam, azt mondtam, hogy ebben a ciklusban én ezt most szeretném úgy kitölteni és úgy befejezni a pályámat, hogy mindaz, ami az életpályám során így leülepedett és úgy megszerzett tapasztalat, most ezt egy kicsit átadni úgy, hogy erre módon van ezt a folyamatot befolyásolni, egy kicsit irányítani, egy kicsit moderálni. A mesterséges intelligencia most is és évek óta nagyon jól használjuk, hiszen egy tornatermi mennyiségű könyvtár sem lenne elég ahhoz, hogy azt a tudást tudjuk alkalmazni, levenni azt a könyvet, ami nekem adott esetben szükségem. Ma ez egy kattintással, egy kereső funkcióval ma megtalálom. Gyakorlatilag a világ egész jogirodalma, ha nem magyarul, de idegen nyelven rendelkezésre áll. Tehát ezeknek ez az mérhetetlen adatbázis, ami ilyen kereső, vissza lehet keresni bírósági gyakorlatra. Tehát adott esetben, hogy egy megyébe egy bíró olyan ügyben általában hogy gondolkod, milyen ítéleteket szokott hozni. Tehát az ügyvédek nagyon sokan, aki ezt tudja használni, ezt fel tudja használni, ezt eszközként. Na most az, hogy a mesterséges intelligencia ma már ugye imitálni tudja az emberi hangot, vagy az emberi arcot, tehát az veszélyeket is rejt magába, ugyanis ma van ez az úgynevezett, és nem akarok a részletekbe menni, de ez a táv előttemezés, táv elejegyzés, amikor külföldről is valaki jognyilatkozatot tud tenni. Na most ebben az esetben viszont nagyon haladni kell a technikával, hogy kiszűrjük azt, hogy adott esetben nem egy avatár figura ül ott a másik oldalon, és ő nyilatkozik. Tehát és ez, ennek valóban vannak vadhajtásai, vagy visszaélési lehetőségek is. Ez most ez, hogy ráadásul ez a csodálatos megtiszteltetés, hogy díszpolgár, szeretném ezt azon kívül, hogy hálásan megköszönöm a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek és mindenkinek, valamilyen módját megtalálom, hogy ezt a vonzalmat feléleszem, és adott esetben nem tudom, hogyan tudom pótolni a pótolhatatlan, de hogy még a hátralévő időmben és hát az együttműködésünkben valamilyen formában ezt kamatoztatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszontlátásra!